Köszöntelek benneteket szeretettel. Folytatni fogom azt az üzenetet, amit a múltkor elkezdtem, amelynek az volt a cím, hogy Jákob 1. Most a rendkívül eredeti Jákob 2 címet adtam a következő kis ige hirdetésemnek. Közben volt egy igen erős távol-keleti turném is, ami részt vettem egy jó kéthetes utazás Kínában, Koreában. És aztán valahogy csak hazataláltam onnan is. Hogyha azért telt el ennyi idő egyébként az előző igehirdetéshez képest. Hát ott Kínában tudatosult bennem, hogy ugye nekem négy gyermekem van. Már nem ez tudatosult bennem, ezt tudtam előtte már. A, turné előtt is megvolt ez az info. Csak hogy, hogy mondják, hogy a, hogy a világon minden ötödik gyerek kínai. Tehát most nekem vigyázni kell. Mert ha még egy, én is épp csak megúztam, mert én negyedik gyerek vagyok a sorban. A téma, tehát Jákob, amihez a múltkor egy kis bevezetőt szántam, és ahogy most egy zenekari próbáról érkeztem ide, kareszt fölhívtam, mert mindig csak otthonról jöttem még ide, hogy te mondd már az utca nevét, Léci, hova kell jönni? Egy nagy eltévedős vagyok egyébként, és mondja, hogy nem mondom meg, vagy elhoz a Szent Szellem, vagy ide vezet, vagy akkor ne is gyere. És ez kicsit kapcsolódik a témához, egyébként megmondta, különben tényleg nem lennék itt, tehát nem tudom, hol tartanék most. Igen, az már. Szóval hogy most akkor engem a Szent Szellem hozott ide, vagy a GPS. És arról volt szó a múltkor, hogy ugye mind a kettő. Hogy az, ahogy természetben megtörténnek a dolgok, és az, ahogy Isten munkálkodik természetfeletti módon, az a kettő együtt munkálkodik, és egy bizonyos harmonikus egységben kell, hogy együtt munkálkodjon. És hogyha ez nincsen, akkor nem természet feletti lesz a viselkedésünk, hanem természetellenes lesz a viselkedésünk. És a hívő életünk is. Mielőtt felolvasnám azt a részt, ahol Jákob megszületik, előtte így néhány szót erről így összefoglalásként emlékeztek. Tehát miközben éljük Istennel az ő elhívottjaiként, ami feletti, fölülről való életünket, közben azért zajlik az élet. És ennek a ket, ez a kettő, ha szétcsúszik egymástól, az nagyon nagy baj. Emlékeztek, Izsák feláldozása, vagy mondjuk majdnem feláldozása, micsoda Krisztus szimbólum, milyen csodálatos Krisztus szimbólum, és a másik oldalon viszont milyen sebeket szerzett ez a fiú e közben, Hogy az édesapja majdnem elvágja a torkát. És ebben a pillanatban mit érezhetett az a fiú, és ez hogy hatott a későbbi életére, családi életére, apa kapcsolatára, a házasságára, és aztán majd látjuk, hogy a gyermekeivel való kapcsolatára is. Ott egy másik ilyen ember, nem szoktunk erre gondolni talán, én így rácsodálkoztam, mint édesapa, hogy Sámuel milyen fantasztikus történet. Sámuel. Nek már az édesanyja milyen fantasztikus, ahogy megkapja az ígéretet. Egy csoda, hogy a meddő szül, Isten ígérete által. És az a kisfiú milyen csodálatos, egy delegált gyerek, őt oda ajándékozza Isten szolgálatára, az édesanyja. És ahogy elválasztják, ott nő föl a templomban. És egy egész nemzetnek lesz a tanítója. Egy egész nemzetnek Izrael igazából Sámuel által válik egy, egy, igazi hitrendszer birtokosává. Egy igazi szakrális világot épít föl, ő iskolákat hoz létre, proféta közösségeket, proféta iskolákat, zenét tanít. Egyáltalán ő az, aki intézményesíti Isten igéjét Izrael népe számára. És az ő családja milyen lett? Sámuelnek olyan két égetnivaló gazfickó gyereke volt, hogy amiatt kértek királyt. Izrael azt mondta, hogy ezek nem, egyszerűen nem méltóak. Hát hogy lehet az, hogy van itt egy férfi, aki ekkora tanító, ekkora pedagógus, és a két saját gyerekét nem? Most ez itt történne meg köztünk? Hogy idéznénk az igét, nem? Aki a saját nép, nem? És jogos is valahol, de gondoljátok el, mi történt ezzel a kisfiúval. Hol nőtt föl ez a kisfiú? Mert anna hite csodálatos. Odaadta az Úrnak, de ez, ez a kisfiú, ez egy templomban nőtt föl az édesanyja meg az édesapja nélkül, egy milyen férfi mellett, egy olyan férfi mellett éli főpap mellett, aki egy nagyon gyenge férfi, és egy nagyon gyenge apa volt. Itt volt egy erős nő, Anna, és egy nagyon gyenge férfi, Éli. És milyen volt Élinek a két fia? Pontosan olyan, amilyen Sámuelnek a két fia lett. Na de itt van az árnyékban megint az, ami leza, ahogy zajlott az élet. És ez itt van az igében, csak nem szoktunk rá gondolni. De ha gondolunk rá, az nagyon hasznos. Azért nem szoktunk rá gondolni, már már mindig Absztrakciókra gondolunk, szép magyarul mondva, hogy mindig, mindig már elvonatkoztatunk, mindig valami közmegegyezésesre gondolunk. Azt ismeritek, hogy megy, megy egy ember, oda megy a másikhoz, és mondja, hogy ne haragudjon, az állomást keresem. Szóval hogy nem haragszom, keresse. Milyen fura? Mert pontosan ezt mondta neki, ne haragudjon, szóval hogy én nem haragszom. Az állomást keresem. Jó. Nyugodtan. Semmi baj. Azt nem mondta, hogy mondja már meg nekem, hogy hol az állomás. Ez, ez, nem hangzott el. Csak közmegegyezésesen egy ilyen kérdése olyan választ adunk. És meghallunk egy bibliai történet, és ah, már akkor meg is vannak ezek a közmegegyezéses 2000 év alatt. Sőt, iszonyatosan sok idő alatt fölépült gondolatok, egységek, ilyen panelek, és azokra asszociálunk. De milyen érdekes Sámuelnek ez a története. És amikor a saját életünket nézzük, hát az bizony nem szimbolikus. Ott, ott ezeket éljük meg, és emellett éljük meg Istennek a természet feletti munkáját az életünkben, és eznek a kettőnek a harmóniájáról szeretnék beszélni. Sokszor szétesik ez. Azt mondja nekem egy kedves barátom, aki egy egyházi iskolában volt tanár, hogy te, Lacikám... Nagy dilemmában vagyunk, hogy föl kéne venni egy angoltanárt, de most nem tudom, két jelentkező van, hogy melyiket vegyük föl a hívőt, vagy a jót. Ez, olyan, ez az a nehéz dilemma, hogy kéne egy angoltanár, tehát az egyháziskolában milyen jó lenne, ha a hívő lenne, de az, amelyik hívő, az nem volt jó angoltanár. A másik meg jó angol tanár volt, de nem volt hívő. Nem ír össze ez a, a, a ami, amire szük, a természeti, meg a természet fölötti. Hát nem az a legjobb, ha most te angol tanár vagy, és hallgatod ezt, hogy egy hívő jó angol tanár, hogy a kettő nem kizárja egymást. Hogy, hogyha apa vagy, és hallod Sámuelnek a történetét, akkor, akkor gondolkodni, ez, ez, ez az igében ott van, gondolkodni, hogy de milyen jó lenne akkor jó apaként. Úgy, hogy figyelek a gyerekeimre, hogy nem úgy, mint Éli, és nem úgy, mint Sámuel. Ez a kettő, amikor szétcsúszik, akkor ugye történik meg. Majd később úgy lesz, ahogy az Ézsaiás könyvében 65-25-ben olvassuk, hogy a farkas és a bárány együtt legelnek az oroszlán, mint az ökör szalmát teszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén így szól az Úr. Hogy, hogy így együtt van a természeti, meg a természet fölötti. A vad és a szelíd, a szent és a profán, és ez harmóniában van. De ugye most itt a Földön úgy vagyunk ezzel, ahogy egy híres mondás tartja, hogy és együtt alszik majd a bárány és a farkas, de a bárány nem alszik majd valami jól. <laughs> ezt tapasztaljuk meg újra és újra, hogy így együtt van, de valahogy most még itt az a bárány, az nem alszik valami jól. Az se biztos. Az biztos. Mint, a, mint, az állatkertben a kreatív igazgató mondta, hogy most együtt van az oroszlán meg a bárány egy ketrecben. És nincs semmi bajuk? Szóval az, az oroszlánnak nincs a bárányt néha cserélni kell. Ennyi. De működik a projekt. most rá térünk, lassan rátérünk Jákobra, mert pontosan arról van szó, hogy Isten kézbe vesz egy fiút, és végig viszi azon az úton, amit neki elrendelt. Ez egyébként eleve egy nagyon jó hír, hogy tényleg mindig Istené az utolsó szó. Ő az, aki, aki, elhív, aki neked szán egy utat, és aki, aki befejezi, amit elkezde. Még ha sokszor ez nem is így tűnik, de ahol ő ahol ő mondott át, alfát, ott ő, ő mondja majd ki az omegát is. Ott annak ő lesz a vége is. És Jákob életében ez megtörténik. Egy csodálatos utat jár be, ez a fiú, egy természetfeletti utazás, és közben látni fogjuk, hogy az ő emberi természete miképpen formálódik, szépen lassan hozzá Isten tervéhez úgy is mondhatnánk, hogy miközben Isten végzi a természet feletti munkáját Jákób életében, Jákóbban végbe megy egy személyiségfejlődés, egy önismereti út. És én ennek a kezdeteiről szeretnék veletek beszélni. Van egy missziós társaság, ami nem fogad el olyan embert munkatársnak, aki a saját Előző hivatásában nem volt úgymond sikeres. Tehát mondjuk angol tanár. És nem megy, de ide se vesznek föl, elmegyek misszióba. Ne gyere! Ne gyere! Nem is egy, jó pár ilyen missziós társaság van. Ha pék voltál, csak akkor gyere, ha jó pék voltál. Miért? Hogy eljutottál egy pontra, és ott átadod az életed egy másik egy másik területre, Isten szolgálatára. Ez nagyon fontos. Ez következik most Jákob életében. Hagyolvassam olvassam el ezt a, az igét, tehát a Genezis könyve 25-ből fogok olvasni. Ez Izsáknak, Ábrám fiának a nemzetsége. Ábrám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuel lányát, az arám lábán húgát padda És Izsák könyörgött az úrnak feleségért, mert meddő volt. Az úr pedig engedett könyörgésének úgy, hogy teherbe esett Rebeka a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: Ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az urat. Az úr pedig ezt mondta neki: Két nép van méhetben, két nemzet válik ki belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek elérkezett születésének a napja, szülésének a napja, és íme ikrek voltak a méhében. Világra jött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaunak nevezték el. Azután világra jött a testvére, kezével Ézsau sarkába, sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák hatvan esztendős volt, amikor ezek megszülettek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben, szelíd sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlet neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, és Ézsau, amikor fáradtam, megjött a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték előtt Edomnak. De Jákob azt felelte, Ad nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, Mindjárt éhen halok, mit számít nekem az első jog? Jákób azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, és eladta az első szülöttségi jogát Jákobnak. Jákób ekkor adott neki kenyeret és lencsefőzeléket. Ézsau evett, ivott, azután felkelt és elment. Ennyire semmi bevette Ézsau az első szülöttségi jogot. Hát így menjünk így végig ezeken a, a, az igéken. Ott kezdődik az egész, mint szinte minden bibliai történet, hogy az ígéret gyermeke kitől születik, egy meddő, egy gyermek nemzése, amúgy addig a gyermek megfoganására, alkalmatlan, édesanyától. És csodálatos módon Isten nyitja meg a méhét. Ábrám feleségének, sárának is, Izsák feleségének, majd Jákob feleségének is, de az említett, anna esetében ugyanígy volt, mert Isten természetfeletti módon cselekszik, és azt üzeni vele, azt üzeni vele, hogy természetfeletti módon cselekszem, azt olvasjuk itt, hogy hogy 40 esztendős ez az Izsák, amikor feleségül vette Rebekád, és. Izsák könyörgött az úrnak feleségért, mert meddő volt. Ugye, és tudjuk, hogy ez húsz évig tartott. Húsz évig nem születik gyermek. Amúgy is, 40 éves Izsák, húsz évig könyörög a feleségéért. Ez egy csodálatos dolog. De gondoljátok, hogy csak könyörögtek? Szerintem nem. Mert amikor végül megfogan, ez az iker pár. Ugye nincs róla a tudomásunk, hogy Rebeka szűz lett volna, mint Mária, amikor Jézus megfogan. Egy, együtt ment természetesen, a természet feletti Isten természet feletti munkája, és az ember természetes uh, munkája. Mert nincs szinte semmi, amiben jobban látnánk együttműködni Isten munkáját az ember tevékenységével, mint a szexualitás, hiszen, hiszen életet adni nem tudunk, képtelenek vagyunk, mi életet, amíg megérteni se tudjuk, hogy ez hogy történik. De ha nem vagyunk benne, Isten nem ad életet, élet, ajánd, vagy élet az Isten ajándéka, igen, egyedül Istentől van, igen. De ő minket ebben természetes módon belefoglal ebbe a történetbe, és ez mindenben így van. Ez mindenben így van. Ezt azért hangsúlyozom újra, mert, mert sokszor úgy hivatkozunk Istenre, hogy azzal próbáljuk a saját dolgainkat vagy mentegetni, vagy kifejezetten uh, elutasítani. Így válunk természetes, természetellenessé. A rabbi nadrágját meséltem nektek? Elment a, a rabbi a szabóhoz, és mondta, hogy nekem szükségem lenne arra, hogy megvarja a nadrágomat, mert elfes lett. Ezt mondja neki, jó, hogyha Isten segít, akkor holnapra kész lesz. Megy másnap a rabbi, nincs kész, a gatyag hogy hát azt ígérte, hogy kész lesz, nem? Igen, de sajnos nem, de hogyha Isten segít, akkor holnapra kész lesz. Akkor már gyanakszik egy kicsit a rabbi, és mondja, hogy nézze, ma szerda van. Ennek csütörtökre készen kell lenni, mert aztán bejön a sápez, nekem addigra meg kell lenni a nadrágnak. Természetesen, ha Isten segít, akkor kész lesz. Másnap megy, a gatya nincs. Mondja megint a szabó, hogy ha Isten segít, akkor megszakítja a rabbi, és mondja, hogy mondja, mikorra lesz, mikorra lesz kész a gatyám, ha az egészből úgy, ahogy van, kihagyja Istent? És szerintem ez egy nagyon jó kérdés mert valami természet felettire hivatkozik, de igazából a saját megbízhatatlanságának a mentésére történik ez. Természetellenes, legalább ne hivatkozna Istenre. És azért elég sok, elég sok ilyen történet van. Elég sok ilyen történet van. Valahol nem jó helyen jön be az, hogy Istenre hivatkozunk. Ennek egészen pusztító, romboló, vagy morálisan is elítélhető verzió is vannak. Ugye épp most olvastam egy ilyen kis idézetet, hogy kértem Istentől egy biciklit, de nem kaptam meg. Rájöttem, hogy ez nem így működik. Ezért loptam egy bringát, és kértem Istent, hogy bocsásson meg. Ez a pontos leírás annak, amire Pál mondta, hogy nehogy, nehogy ürügy legyen a szabadosságra. Ugye így, így válik ürügyé. És így válik teljesen természetellenessé, agyrém. De valahol van egy logikája ennek a gondolatmenetnek is. De agyrém, mert nem működik együtt a természeti és a természet feletti, a normális módon. Ott tartunk, hogy húsz évig könyörögnek, és a csapataik harcban állnak, ahogy egy barátom mondta. Kérdeztem, hogy Gyermek van, és csapataink harcban állnak. És, 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 és ez a kettő együtt azt eredményezi, hogy Isten kegyelméből egyszer csak ott van, ott van az, hogy, hogy áldott állapotba kerül. Ez csodálatos. Tehát ők, ők nem csak kivetették a hálót, hanem egész éjjel haláztak is. Nem csak a második mérföldet tették meg, hanem az elsőt is. És így együtt vált ez Isten kezében használhatóvá. Isten munkája ott kezdődik valamilyen véget ér, de a milyenked azért végezni kell. Csak ennyit. Erről megyek tovább. Úgy foglalnám ezt össze, hogy munkálkodni ima nélkül ateizmus, Imádkozni munkanélkül, pofátlanság. Mert mi, mire? Akkor mire imádkozott te? Nincs értelme. De fiai tusakodtak a méhében, olvassuk. Most két dolog következik. Az emberi természet leglényege ott bent a magzatvízben. És aztán az isteni természet leglényege már ott bent a magzatvízben. Van ilyen, hogy a párt tusakodik az anyaméhben? Van. Van bizony. A, a személyiség jegyek azok nagyon is már ott vannak az anyaméhben is. Nem tudom, hogy, hogy ti ezt megtapasztaltátok-e, hogy van olyan gyerek, amelyik alig mocorog, aztán utána tényleg olyan lesz, hogy leteszed a sarokba, ott marad, amíg át nem teszed a másik sarokba. És van, amelyik össze-vissza mozog, jön, megy már az anyamékben, aztán akkor azzal ugye nehezebb. Ilyen nyomkövetőt kell rátenni, hogy egyáltalán utolért. De ez, ez, úgy van, hogy, hogy már szinte csíra szinten ott vannak a viselkedési minták. Itt látjuk. Tudtok még ilyen példát, amikor az igében már az anyamékben megnyilvánul valaki, úgy, hogy az az ő hivatására egyébként előre vetíti, hogy milyen lesz ő és ki lesz ő. Igen, keresztelő János. Nagyon szép, hogy, hogy keresztelő Jánosnál egy pozitív példa. Hogy Isten kegyelme, elhívó szeretete már ott az anyamékben vele van. Ő köszönti Jézust. Azt teszi már az anyamékben, amit majd egyszer megtesz, hogy íme Isten báránya, hogy rámutat. És itt ez a két fiú, ők meg már itt nyomják a bunyot ahogy majd aztán egész életükben is nyomják a bunyót. De milyen szép ez. Nem csak a bűn van már az anyaméhben belénkódolva, kódolva, de Isten kegyelme elhívó szeretete és a terve is ott van már. Hát ugye a testvéri kapcsolat, diszkrét bája, erről már beszéltem nektek. Nehéz dolog. Az első testvérpár körül ugye közül az egyikük Gyilkos lesz a másik áldozat, és hát itt van ez a testvérpár, és ők is ütik, verik egymást. Az egész családban nagy hagyománya volt ennek, ugye? Mert Ábrahámnak a két fia, ugye csak így, az egész így kiárad. Ábrahámnak a két fia, ugye ott összeférhetetlenség volt, csúfolódás volt, tudjuk, hogy ott ez egy nehéz családi helyzet volt. Aztán a következő generációban itt van Jákob és Izsáú, akik halálos ellenségé válnak. Agyon akarja ütni majd Ézsau ezt a Jákóbot, és majd Jákó fiainál József és testvérei ők már aztán adnak is neki, és el is adják. Ott, ott már tetlegességig megy. Így szépen megy ez, szép hagyományként ott a testvérség, a testvér viszály. És arról is volt már szó, ugye, hogy, hogy azért nem véletlen, hogy Isten minket testvérekké tett. Ez egy nehéz műfaj. A testvéri, testvéri viszony. De megkönnyítettem, mert mi az első szülöttek közössége vagyunk. Tehát nekünk ezt a meccset nem kell lejátszani, amit itt nekik le kellett. Nézzük is, tehát az emberi természet már ott van, a dominanciára. Arra, hogy én legyek az első, én legyek a nagyobb. Akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek. Elment azért, hogy megkérdezze az urat. Az úr pedig ezt mondta neki, két nép van méhetben, két nemzet válik ki belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. És itt van a kegyelem evangéliuma. Ott az anyamékben. Az emberi természet és Isten természete. Ott már benne a magzatvízben. Isten kijelenti. Ez az asszony megkérdezi az urat valamiképpen, most ebben nem menjünk bele, hogy hogy, mert nem is tudjuk pontosan, hogy hogyan, de kap egy választ. Egy olyat, hogy az egyik a nagyobb, a másik a kisebb, és nekem a kisebb kell. Én a kisebbet emelem fel. Én a kicsit. Azt, akit az a rendszer, amiben ti fölnőttök, amiben éltek, az megvet. És a másikat emeli föl. Na én pont fordítva. Isten természete ez, Nézzétek, nem volt egyetlen ütvtörténeti kor, amikor ez ne így lett volna. Isten Ábel óta mindig a kisebbet emeli föl. Ez a világ pedig mindig a nagyobbat. Mindig a nagyot az erőset. Hogy volt az ókori keleten? Az első mindent visz. Dupla örökség, ő a spirituális vezető a többi fölött álló. Ott az ókori keleten nem úgy van, hogy az ezüst is szépen csillog azért, nem csillog hogy Az első mindent visz. Ő az első szülött. Ő a felkent. Övé. Övé az örökség. És Isten országában a kicsi, az erőtlen, a másodrendű. A bűnös, a sánta, a megvetett, a törvénytelen gyerek. És sorolhatnám, őket választja ki Isten. Jézus. Isten országában minden máshogy van. Jézus király. Jézus a világ királya. Itt, a, ebben a rendszerben minél nagyobb közjogi méltóság valaki, annál több alatt van. Istennél úgy van, hogy, hogy annál mélyebbre megy. Addig megy, amíg már senki nem tud alatta lenni. Isten báránya. A, a, a rabszolgáknak járó kínhalált hallja. Törvényen kívül helyezve, köztörvényes bűnözőként, akit soha senki nem rehabilitált itt a Földön. Annál lejjebb már nem lehet menni, ahova megüresítette magát, szolgai formát vett föl. Ő a világ királya. Isten országában minden pontosan fordítva van. Azért mondja ő, hogy, a, hogy, hogy figyeljetek, mert az elsőkből lesznek az utolsók. És mi ezt meghallgatjuk, Aha. És megyünk tovább, és ugyanúgy minden. Tehát annyira átszkenneli a világ a, a gondolkodásunkat, és majd fogjuk látni, hogy nem csak a, a világ, világ, hanem a vallásos világ is. Teljes mértékben erre épül. A tanítványoknak Jézus hányszor mondja? Értették? Hát persze, mint mi. Miről vitatkoznak ott? A, hogy ki a nagyobb? Hát amiről itt az anyamékben vitatkozik, ez a két derek is. Baba. Azon bunyóznak, hogy ki legyen a nagyobb, ha csak egy perccel is, de én akarok nagyobb lenni. Én akarok először kijönni, mert aki a nagyobb, az a menő. Aki a nagyobb, az a tuti, az a befutó. Tényleg úgy működik, mint ismeritek a gyaloggalop, a zseniális film volt a gyaloggalop, és abban van, hogy így áll egy ember, és mondja a két örnek az ajtónál, te ti itt maradtok, én kimegyek, és vigyáztok erre a fickóra, jó. Jó, akkor megyek, jó. És megfordulnak, és mennek ki az őrök is. Azt nem, 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 ti itt, úgy értem, ti itt maradtok, és én megyek ki. Jó? Jó, persze. És megint indulnak az őrök is. Lemegy, róla egy, egy, lemegy erről egy ilyen jelenet sor, hogy mindig ugyanazt csinálják. Na, így vagyunk ezzel. Hogy Jézus, és a Szentírás végig azt tanítja, amit itt most elmondott Isten, Rebekának, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Értitek, ugye? Igen, oké, okay, és megyünk és megyünk, és frusztrálódunk attól, hogy kisebbek vagyunk. Frusztrálódunk, és, és vágyakozunk nagyobbnak lenni. És aztán transponáljuk az egészet Isten országba. Ott akarunk nagyobbak lenni, mint ők is egyébként, a, a tanítványok is. Hát közjogi méltóságként Isten országában nagyobbnak lenni. Mindig elcsodálkozom, hogy bemutatnak egy ige hirdetőt, és mondják, hogy XY, a nem tudom milyen hatalmas gyülekezetnek a lelkésze, aki minden héten uh, 7000 embernek prédikál. És? Vagy most ez mi? Tehát, mert ez most azt jelenti, hogy ő milyen áldott? Lefordítom a közmegegyezéses. Nem mondanám, hogy nem haragszom, keresse. Jó, értem, de most ezzel mit akart mondani? Azt, hogy ő, hogy ő ennyire ennyire nagy. Jó, oké, és? De hogy, hogy fordítsam ezt le Isten országára nézve? Nincs értelme, nem tudom beilleszteni, mert az, hogy nagy, hogy hatalmas, az nem látom a bibliai alapját, hogy egyenes arányosságot élvezne azzal, hogy mennyire van megáldva. Sőt. Tehát én egyébként tisztelem azt, aki ilyen, mert az biztosan nagyon jól tud szervezni, jól tud beszélni. Biztos, hogy jól, mert különben elmennének onnan az emberek. Biztosan nagyon jó szervezőképessége van, jó a marketing, mert, mert akkor vannak sokan. Hát például a mormonok még többen vannak. Azok nagyon sokan vannak. Egész Salt Lake City az övék. Hatalmas, multinacionális világcégeik vannak, mint a Pepsi. Iszonyatos érdekérvényesítő képességű. Akkor ők annyira nagyon áldottak? Ez azt jelenti akkor, hogy igen, Isten annyira megáldotta őket? Hát ez valami, ezt meg biztos nem gondoljuk. De mégis egyenes arányosságot gondolunk, és ott vettem ezt észre, és most ez nagyon fontos. Itt ez a harc a két fiú közt, ez milyen mélyen ott van bennünk is, hogy én legyek a nagyobb. Én legyek a nagyobb. Nemrég itt volt közöttünk téma az, hogy hogy fiatalok imádkozni jöttek össze sokan, és akkor nem is tudom melyik körcsarnok vagy mi megtelt, és ez csodálatos. Ez egy csodálatos dolog, hogy fiatalok imádkoznak Budapesten, sokan. És jöttek vidékről mindenhol, és ott volt 2500-an. És ez is csodálatos. Tudjátok, mi nem csodálatos? Az, hogy láttam, lelkészeken beszéltem velük a szégyent. Hogy a saját fiataljék oda mennek, és ők meg... Őtőlük meg elmennek, mert nem tudják prezentálni, nem tudják nyújtani azt a, azt a hangulatot, azt az atmoszférát és azt a, azt a méretet. Hol jobb lenni ma egy fiatalnak? Egy, egy 25 fős imacsoportban, vagy egy 2500 fős hatalmas csarnokban? Nyilván ott, mert vonzódunk a nagysághoz, nagy, a nagyhoz akarunk tartozni, egy győzteshez, akarunk, akinek sikerül aki befut, aki ott van a csíkon. Ott, ott, ott biztonságban érzem magam, úgy érzem, hogy jó helyen vagyok. Na de hogyha leülök, leülök, ott a Kati néni, Margit néni, Pista bácsi, meg én, és ott olyan kicsinek, és a kiszolgáltan, hogy gyámoltalannak, látszik, hogy meg legközelebb már Margit is se lesz itt, meg, meg, én se leszek itt. Meg. Mert ez olyan, mint a darvinizmus. Ez a szellemi darvinizmus, hogy az erős, a nagy, a jó, az uralkodik, az fönnmarad. A kicsi, a satnya, a gyenge, az meg kipusztul. És akkor, és, és, ezt transponáljuk a lelki, szellemi dolgokra. És azt gondoljuk, hogy, hogy a nagy, az áldott, de igaz, igazából tényleg ez, a, ez, az ébredés árnyéka. Ezzel én nem mondtam azt, hogy az ébredés nem jó, csak van ennek is egy árnyéka. Egy olyan árnyéka, amire figyeljünk, és innen mondanám a, a lelkészeknek, azoknak, akik felelősséget viselnek, hogy, 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 nem kell versenyezni nem ezt a méret háborút, meg hogy, hogy mekkora hú, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, mondja Jézus. Az identitásunk Istentől van. Ami lent, amit, amiért mi harcolunk, és amit, amit létrehozunk, még ha még oly sikeres is, akár a gyülekezeti munkában, akármiben, az, egyszer nem kerülhet szembe Isten kijelentésével, és nem kerülhetünk szégyenbe. Sehol nincs a Bibliában, sehol, egyetlen helyen sem, hogy a, a tömegek nagysága egyenes arányban lenne azzal, ahogy Isten megáldja az ő munkáját. Sőt, amikor Jézust a legtöbben vették körül, akkor mondta, hogy na most viszlát. És aztán már ott a nagy tömegekkel nem foglalkozott. Vagy Gedeonnal tessék el beszélgetni, hogy hogy van a tömeg. Hogy, 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 csökkenti a kicsire, a szánalmasra, az erőtlenre Isten azt, 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 a csapatot. Azért, hogy tényleg az ő munkája érvényesüljön. Itt van. Isten itt megmondja, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Nem tudom, hogy, hogy, hogy hogyha kicsinek érzed magad, hogyha elesetnek, hogy nem ízik a szíved azon, hogy Isten így rendelkezik, ez annyira szép, hogy Isten mindig is így rendelkezett. És milyen szép az is, hogy ez a két fiú meg ott bunyózik, hogy ki legyen az első. Mint a tanítványok, meg mint mi. Hogy ki legyen fölül. Isten a kegyelem erejét nyújtja, a kegyelem uh, lélekformáló erejét, és mi pedig a szégyen kultúrájából táplálkozunk. Mert... mert erre mondtam, ez van az árnyékában ennek a siker kultúrának, hogy csak néhányan jutnak odaföl. És a többiek motivációja marad a szégyen. Sőt, még a hajtóerő is lehet a szégyen, hogy nehogy így járjak, hanem bár csak sikeres lenni. Eleve, Rebeka 20 évet élt szégyenben, az ókori nő identitását biztosította a gyerek. Ha nem volt gyereke, senki volt. Húsz évig él úgy hogy nincs gyereke, felesleges, semmire kellő hulladék, zsákutca, genetikai zsákutca. Gyümölcstelen, magtalan. Ez járja át? Ez a levegője az ő lelkének is. Egyszer csak, egyszer csak megjön. És látjuk, hogy Ézsau és Jákob lelkét ugyanúgy már a szégyen, a harc az elsőségért a szégyen kultúrája. Nehogy második legyen a harc ezért folyik. Nehogy második legyek. Mert, ahogy Rebekka, mint nő, az ő identitását a gyerek, úgy a férfinak meg az elsőség adta meg. Az értéked és az identitásod az, hogy te vagy az első. És aztán jön a szégyen, hogy nem én vagyok az első. A konzervatórium években volt egy fiú, aki hát nem volt nagyon jó zenész, de tudtuk róla, hogy eszméletlen jól tud karatézni. És azért az menő volt, hogy 15-16 évesen, hogy ki az, aki borot válkozik, de hogy valaki karatézni tud, az fantasztikus volt, és ahogy ott az WC ajtón bemutatta. És hű nagyon menő volt. És fölnéztünk rá, bár ugye ott, a, ott köztünk nem volt igazán kiemelkedő. Nem volt kiemelkedő, sőt, igazán gyenge volt. Úgy épp csak besúrant a konzervatóriumba. És tényleg kivívta magának ezt a, ezt a, rangot, hogy ő, hogy ő viszont egy zseniális bunyós. Aztán évekkel később egy barátom volt abban a klubban, ahova ő járt. Annó. És kérdezte, hogy megvan még az a ide jársz, kiről van szó? Tudod, és akkor mondta a nevét. Ja, az, amelyik nem tud bunyózni, viszont zseniális zenész. Ugye ott pont fordítva volt a, a mese? Hát itt ismertek, elő kellett adjam azt, amit nem ismertek rólam, hogy fölnézetek rám, mert szégyelem. A szégyen miatt. Ott meg fordítva adom elő a történetet, és akkor ugye én meg ott vagyok középen, és igazán én tudom az igazságot, hogy nem vagyok jó bunyós, és nem vagyok jó zenész. De valamit, tehát ez így meg nehéz élni. Akkor előadó. Elérkezett szülésének a napja, és íme ikrek voltak a méhében. Világra jött, az első vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Izsáunak nevezték el. Aztán világra jött a testvére, kezével Izsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek megszülettek. Hú, hát ezt az első nagy csatát Jákob bebukta. Mert második lett, és a kettő közül az az utolsó. Mindent megtett, hogy ő legyen az első, és ő lett az utolsó. Azt a nevet kapta, hogy Jákob. Ami azt jelenti, hogy csaló, furfangos. Mondják, hogy azt is jelentett, hogy ékev szóból, hogy a sarok, a sarok fogod, de akkor is ugyanerre utal a történet. A, a név az nem úgy volt, a névadás akkoriban, mint ma, hogy mit tudom én, ez volt a nagyapja, vagy hogy most ez a divat, vagy nem tudom, hanem úgy amilyen ő az indiánoknál, és a, a cigány kultúrában is megvan ennek a, a, még a hagyománya, hogy, hogy kicsit megvárjuk, milyen az a kölök, aztán olyan az lesz, van sanyis, akkor sanyi lesz. Ha akkor volt barackvirág, akkor az nyílt, akkor barackvirág lesz, vagy mit tudom. És akkor, hát Jákob így kapta meg ezt a nevét. És most, és most jön az, amiről beszéltem, hogy Jákob Jákobnak a, az önismereti útja, az ő személyiség fejlődésének a lényege ezen a tengelyen megy, hogy van egy név, amit kapott, ez a Jákob. És van egy másik név, amit Istentől kapott, az az Izrael. Na a kettő közti történet az ő élete, az ő önismereti útja. Mert Jákob ezzel a névvel azért nem volt túl boldog. Ezzel azért mi se lennénk túl boldog boldogak. Ugye, Jákob háromszor indít frontális támadást, hogy megváltoztassa a sorsát. Először az anya méhben. Ő nem akar második lenni. Pedig meg van írva, hogy ő lesz a második. És ő az ellen megy. Az ellen rugódozik. Szó szerint. Tehát az első támadás még az édesanyja méhében teljesen tudattalanul, hisz még nem alakult ki emberi tudat. És miért? A biológiai elsőségért. És milyen eszközökkel? Fizikai bunyó. A második, amit felolvastunk egyébként, ugye, amikor már furfanggal, fiatalemberként, már tudatosan a családi jogi elsőségért harcol, üzletet köt, és harmadszor, majd azt legközelebb fogom elmesélni, az anyja segítségével, a spirituális elsőségért. Mind mindent be akar gyűjteni. Tehát biológiailag, jogilag és szellemileg is ő akar lenni az első. Egyszerűen nem tudja elfogadni. Ő, úgy van ő, mint a Woody ellen volt, aki azt mondta, hogy életem legnagyobb tragédiája, hogy nem valaki más vagyok. Neki egyszerűen ez a tragédiája. Mint ahogy annak a fiúnak a konzervatóriumban. Ő szeretett volna a Konziban Jean-Claude Fandamként lá látszódni és amott meg Jasa helyfecként szeretett volna látszódni, de ő pontosan tudta, hogy egyik sem. És Jákobnak az a szörnyű tragédiája, és az a tennivalója, hogy egész egyszerűen ő, ő, nem az akar lenni, aki. És ez egy óriási zsákutca. És azt gondolom, hogy láthatjuk a történetből, hogy sem ő nem fogadja el azt a sorsot, amit neki Isten szánt, sem Ézsau. Mert Ézsau meg mit mond? És ez külön kiemeli, az ige, hogy ez egy, ez egy közönséges, istentelen dolog volt, hogy minek nekem az első szülötség jó. Hát neki meg ott volt, ő meg azt mondta, hogy nekem nem kell. Ismeritek ezt? Hogy nézitek, arra gondoltok, hogy hú, de hiányzik neked valami, hú, de jó lenne, ha ez, ott van a másiknak, az meg nem él vele. Hú, de szeretném, hogyha lenne házastársam, és akkor nézem a barátomat, annak meg van az, meg azért boldogtalan az meg az, hogy hú, de szeretném, ha már nem lenne. Hogy, hogy, hogy hú, de, hú, de, szeretném, hogyha fölépülne a házam, és akkor látom a, a, a főnököm, az, hogy, hú, milyen házban lakik, aztán milyen boldogtalan. És így tovább, hogy, hogy, mind a ketten boldogtalanok a saját sorsukkal. És ott van Jákob, és, és mindent megtesz, hogy fölülírja ezt az isteni rendelést. Az emberi természete, az pontosan, frontálisan ütközik, Isten kegyelmi természetével. Édes, drága Jákób, ha nem küzdene. Csak elfogadná azt, amiben Isten őt részesíti, akkor nem lenne, se, akkor baj nem lenne. Semmi baj nem lenne. De most gondoljunk magunkra. Ott, ott van az életem, ott van az életed. És nem tudom, mennyire vagy vele kibékülve. Mennyire szeretnél más lenni? Mennyi mindent változtatnál meg benne? Mennyi mindenre gondolod azt, hogyha ezek a körülmények mások lennének, ahogy Jákobnál az egyébként, hogy, hogy hányadik a sorban, amit nem nagyon lehet megváltoztatni utólagosan. Most hiába ügyködött ő ott össze-vissza. Ezt nem lehet. Hát ő a kisebb. De ezen nem tudsz változtatni. Mint ahogy annyi mindenen nem tudsz változtatni. Nem tudsz beleszólni. Nem tudod annyi minden van az életben, amit nem tudsz, csak úgy holnap fölkelsz és megváltoztatsz. És akkor frusztrálódsz, és de jó lenne máshogy, vagy lázadozni kezdesz. Vagy emlékeztek talán a Nick Vujicicnek a bizonyságtételére, hogy, hogy mennyit lázadozott, hogy, hogy ó Istenem, miért nem teszel csodát, miért nem nő ki a lábam meg a kezem. És amíg el nem fogadta, hogy ő ilyen, addig magával sem tudott mit kezdeni. És amikor elfogadta, hogy ő ilyen, akkor milliók számára lett ő maga az evangélium forrása, az Jákob történetének a lényege is. Hogy amíg ő el nem fogadja, hogy ő Jákob, addig csak egy, egy rettenetes küzdelem, egy ágálás Isten terve ellen minden, amit tesz. Jákob majd a következő alkalommal erről fogok beszélni, hogy oda megy az a harmadik támadás, a sors ellen az atyai áldás megszerzése, és akkor elkezd ezt a rettenetes kutyakomédiát, hogy én vagyok Ézsau, és akkor az öreg, öreg Izsák, akinek már rossz a szeme, kérdezi, mi? Te vagy? Hát hogy jöttél ilyen gyorsan meg, ugye? Most nem megyek bele. De az, az a szörnyű kutyakomédia, kecskeszőr a kezén, a nyakán, ez, ez, a, ez, az egész borzalom, és közben az anyja így hátulról irányítja. Az egész olyan szánalmas, és olyan szánnivaló tényleg. Ez az áldás ér. És akkor azt mondja Jákob, hogy Istened az Úr hozta elém a vadat. Ú, azzal hazudik. Istennel hazudik. Olyan szörnyű, azért, hogy megszerezze Isten bizalmát és hogy értékesnek érezhesse magát. És megkérdezi tőle, hogy te vagy az, fiam? Én vagyok Ézsau. Ugye hazudik. Azt a nevet mondja, amit szeretne, hogy lenne. Jean-Claude Van Damme, Heifetz, meg a többi, akiről, akiről, úgy szeretnéd, hogy te lennéd, nem az vagy, hanem te az a nem szőrös, te az a nem jól íjazó, nem jól főző, hát még ezt is az anyám főzte, amit most ide teszek. Semmit nem tud, de eljátsza, hogy ő az. És itt van a probléma, hogy van egy valós énje, meg egy idealizált énje, és ő összeköltözik az idealizált énjével, úgy úgymond, és azt hazudja, hogy az ő. Na mindez történik, amellett, hogy egyébként csodálatos dolog, hogy ő akarja az áldást. Ez egy természetfeletti dolog, és ott a természetben pedig zajlik egy ilyen igen problémás folyamat én arra szeretnélek bátorítani titeket, hogy mindenek előtt próbáljátok meg elfogadni azt, akik ti vagytok. És azt az utat, amint ti jártok. Az a két gyermekes édesanyja, aki azon gondolkodik, hogy elváljon. Mert megismert egy másik férfit. És úgy gondolja, hogy ott lenne boldog. És úgy érzi, hogy itt nem boldog. De az egy másik sors, ott másik gyerekek vannak, ott egy másik feleség, az egy másik ember, egy másik sors. De sorsot akarok cserélni, és azt gondolom, hogy abban a sorsban boldog leszek. Nem leszel. Nem leszel boldog. Nem azért, mert mit tilos meg, mit nem. Nem azért, mert, mert ezt mondja az egyház jog meg azt nem, nem azért, hanem azért, mert Isten a te utadon akar megáldani. Amit most kicsinek, szánalmasnak, szürkének érzel. Amit úgy érzed, hogy nem működik, és soha nem is fog. És úgy is érzed, hogy soha nem is működött, és Isten mégis abban, ott a te utadon, a te nevedben készíti el. Jákob, ha hát te elfogadnád, hogy kisebb vagy, nem kéne ezen rugózni, meg parázni, meg újra és újra megváltoztatni. Semmit nem kéne. Azzal csinálod a bajt. Hanem csak elfogadni ezt az utat, ami mehetsz. És ahova Isten elkészíti neked, hogy amikor végre, 21 évvel később, megkérdezi tőle az a valaki, hogy mi a neved, akkor ki tudja mondani. Akkor már nem azt mondja, hogy Ézsau, hanem hogy Jákob. És abban a pillanatban kap új nevet. Mostantól Izrael leszel. A csalóból Isten harcosa lett. De ahhoz el kell fogadnom, hogy ez vagyok én. És nem a másik szerepét játszani. Vannak olyan emberek köztünk is, keresztények közt is, akik úgy érzik, hogy egyszerűen nem jó testbe születtek. Mert mondjuk férfiak, de nőnek érzik magukat. És ma már megvan a lehetőség, sőt arra bátorít a korszellem, hogy váltsál, élj olyan életet, stb. stb. De az egy másik sors. És amíg nem fogadod el Istentől azt, aki. amit neked szánt, azt az utat, addig hiába kezdesz bele egy másikba. Ugyanúgy jársz majd. Isten. Pontosan az, a, az az út, amit ő, ő neked elédtet, elédhelyzet, pontosan abban akar megáldani. És annak a minden uh, nyomorúságos, most nyomorúságosnak tűnő lúzerségével együtt, ahogy Jákobnál, már, már a gyerekek megtanulják tőlünk, hogy nem azt éljük, akik vagyunk, hanem azt játszuk, amik lenni szeretnénk. Ez is a szégyen kultúrája, mert ahogy szó volt erről, hogy, hogy mert rejtegetni akarjuk magunkat. El, el, akarjuk rejteni, mert nem, nem, tehát nem tudunk azonosulni azzal, akik vagyunk. A, valamilyenek szeretnénk lenni. És akkor beszélgettem a fiatal sráccal, és mondja, hogy, hogy te aztán holnap találkozunk majd a bátyámmal együtt, te, te is ott leszel? Mondom, persze, találkozhatunk. Jó, de jön a barátnőm is, meg az övé is. Mondom, jó, és csak el nem mond apámnak, meg két éve nem mondtam meg neki, hogy van barátnő. Meg az se, hogy most rágyújtottam. Tehát az édesapja, aki lelkész, nem tudja, miért nem tudja? Ugye, mert nem egyezik a kép, ami ennek láttatni szeretné magát, amilyen az elvárás, azzal, ami van. De ez a szégyen kultúrája, mert szétcsúszik az élet, mert szétcsúszik a valóság, ami van attól, aminek lenni kéne. És semmiképpen nem erre felé lesznek e, egészséges hívő életek. Nem csak a gyerekek, a felnőttek se. Hát tőlünk tanulják meg a gyerekek, most lehet őket, nem tudom én, hogy milyen műcsodó generáció. Tőlünk, mi vagyunk a fa, lógnak, mint gyümölcs. Mi eresztjük, beléjük a szégyen kultúráját, hogy rejtsed el, aki vagy, és mutass egy másik arcot, hogy elfogadható légy szinte intézményesítjük. Ha Jákob el tudta volna fogadni a sorsát, mint ahogy nem tudta, akkor rájött volna, hogy olyasmiért harcol, ami már az övé. Övé volt az áldás. Övé volt az elsőszülöttségi joggal járó áldás. Ábrahám, Izsák, Jákob istene vagyok. Nem Ábrahám, Izsák és Ézsau istene vagyok. És Izsák is második volt. És Jákob is második volt. De az ókori törvények szerint nem így kellett volna történni. Ábrahám, Izsák és Jákob. A második a meg, a kicsit. Kiderült volna, hogy olyasmiért küzd, ami az övé Hát, hogy be akarsz menni egy szobába, ahol bent vagy, az elég frusztráló helyzet. Nem tudsz bemenni oda? Hogy tudsz bemenni? Nem tudsz bemenni. Épp meséltem valahol, hogy mondja nekem valaki, hogy mostanában távol kerültem Istentől. Drága, hogy tudsz távol kerülni Istentől? Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A halacska távol kerül, hogy tud az óceántól távol kerülni? Benne van, benne vagy mindenestől, az elesettségeddel együtt, amikor győztesnek érzed magad akkor is, de amikor agyonverve érzed magad akkor is, mikor kicsinek, kicsinek érzed, magad akkor is, ha lúzernek, akkor is benne vagy. Jákobnak csak azt kellett volna elfogadni, egész egyszerűen, hogy nem kell küzdeni azért, ami eleve az övé. És én ezzel szeretném most befejezni, és bátorítani titeket, hogy amit így rendszernek szoktunk mondani vagy a, a, a vallásos világ árnyékának az az hogy állandóan küzdelemre sarkal hogy megfelelj. és még sajnos még a hívő világ is tele van ezekkel a, ezekkel a dolgokkal a, a nagy a siker kultusza és akkor akkor marad a szégyen kultúrája marad a szégyen de ott a názáreti Jézus kifeszítve a keresztre mezítelenül, nem leplezve az apja előtt, és az egész világ előtt, üzeni, hogy annál alacsonyabbra már nem tud menni, érted? Ezért minél, minél inkább elesett vagy, minél inkább alkalmatlannak, kicsinek érzed magad, összetörtnek vagy törékenynek, annál inkább szól neked Jákob története, hogy nem kell ezt megváltoztatni hanem ebbe belesimulhatsz Isten akaratába. Mert ő már ott a magzat vízben elhatározta, amióta a világ a világ, hogy én a kisebbet választom, azt áldom meg. Legyen áldott ezért Isten. Amen.